Sziasztok! A mai videóban egy olyan csapatról szeretnék beszélni, akiktől én kicsit többet várok, mint az átlag, és gondoltam már itt a sorozat elején akkor letisztázom, hogy ennek mi is az alapja. Ők a Detroit Lions. Ha követitek a fűzővel kifelé négy részes Power Ranking sorozatát, akkor ott láthattátok az utolsó rész végén a szerkesztőknek az egyéni sorrendjét, és talán az is feltűnt egyeseknek, hogy nálam a Detroit Lions volt a legtöbbre értékelt csapat a csoportjukban. Nem túl magasra, de még mindig azt látom, hogy az itteni körülmények a leginkább alkalmasak arra, hogy sikerre vigyék ezt a csapatot. Tavaly, amit láttunk tőlük, az egy nagyon bíztató kezdés volt a szezon elején, rengeteg bal mint ahogy az Detroitban szokás. Ami emlékezhettek, a Kansas City ellen egy gólvonalas fanbülön múlott az, hogy nem nyerték meg a mérkőzést, mint egy óriási skalp lett volna, de hát ugye a, Green Bay elleni nyakfogásos, nem szabálytalankodós dologra is emlékezhetünk, ami szintén egy vereséggel több, mint amennyit szerintem megérdemeltek volna. Steffordnak a gerinc sérülése után pedig lényegben nekik véget ért az idény, és amit utána már csináltak Driscoll-el meg David Blau-val, az, az nem NFL pályákra való, tehát ott már mindenki azt várta, hogy mi lesz 2020-ban. Mi volt a piacon. Ez a védelem szerintem egy nagyon jól kialakítható egység lehet. ma csak az emberállományt megnézem, és hogy hogy nyúltak hozzá ehhez a defensehez, Nekem nagyon tetszett az, amit csináltak, még úgy is, hogyha ugye a legnagyobb sztárjuk, Darius Lay már nincs a csapatnál. Ugye mert patricia sokan támadják, én is úgy gondolom, hogy kicsit nehezen indult az ő vezetőedzői pályafutása, sok uh, rossz uh, beidegződése van, ezzel, hogy ugye megállítjuk a futást és futtatjuk a labdát minden áron. Ez még kicsit azért tetten érhető az idei holt tevékenységben és amit nyilván nem elsősorban ő ösztönöz, hanem azért Bob quinn együtt dolgoznak. De az biztos, hogy, ez a defensive állomány, ami most megvan, meg ugye az egész keretet, hogyha így kiterjesztem, akkor egy nagyon mély csapatról van szó, és nagyon sok használható játékos van a keret végében is, ami 2020-ban a, Covid-dal megtámogatott, vagy hát elrontott szezonnal, ahol, ahol nagyon sok embernek valószínűleg pályára kell lépnie, ez nagyon fontos lehet. Minden évben nagyon fontos, de most aztán pláne. És az, hogy ahogy ők összeformálták ezt a defense-t, és ahogy felépítették a secondary az nagyon impresszív szerintem, és nagyon jól nyúltak hozzá a kerethez. Már csak azt kellene, hogy, hogy ténylegesen úgy menjenek fel a pályára, és olyan összeállításban, olyan taktikával, ami ami bennük van, és amit ki lehet szerintem a maximumra járatni. Mert ez a Detroit Defense, ez, ez, lehetséges, hogy ugyanúgy épüljön, mint a legmodernebb és a legjobb védelmek hátulról előre felé. Tehát egy mély szekenderivel akár hét olyan defensív felállítva a pályára, akár egyszerre, akik közül nem tudsz egyértelműen rámutatni a gyenge pontra. Persze, ezek között is vannak új arcok, akiknek össze kell szokni, Defense, meg főleg a Secondary az egy, az egy nehezen prognosztizálható dolog, meg egység, de ha csupán a potenciált nézem, akkor ez a Detroit hágycsökség nagyon jól néz ki. Vagy az, hogy slét elkógyavegy érték, lehet ezt mondani, mert nem kaptak érte sokat. De cserébe sokan jöttek. Tehát az, hogy nem feltétlenül abnak a cserének az érdekében, vagy kísérletében, de azért hoztak játékosokat, és tavalyról is már maradtak itt az arcok, akik jó játékosok és még fiatalok. Ugye Oruari tavaly volt Ruki, ő nagyon biztató dolgokat mutatott, Tracy walker már ismerjük, ő sokkal idősebb, és akik ugye jöttek, ott volt Duron 3 akit egy csere keretében hoztak el, New Englandből Patricia dolgozott már vele, Curse minnesota távoli 200-300 neppes játékos volt, itt lehet, hogy több munkalehetőséget kap majd, őt is fel lehet küldeni a pályára. Desmond Trufant nem jutott el arra a szintre, amire gondoltunk volna az első néhány idénye alapján, de ahogy visszanéztem így az advanced statjait, olyan hű, de nagy visszaesés nem produkált, mint amit gondoltam volna. Szóval ő azért mindenképpen egy, egy menedzselhető játékos lesz, és így 1 per 3 ra Jeffrey Okudát választották, akitől én azt várom, hogy nagyon-nagyon gyorsan beépülhet majd a kezdőcsapatba, hiszen korszakos cornerbackje lehet ennek a csapatnak. És akkor még van nekik egy, egy call mannyük, aki hát slot, slot corner már mutatott jó dolgokat a korábbi állomásain, itt nehezen menne neki a, a beilleszkedés, de hogyha azt veszed, hogy ez, ez ténylegesen egy nagyon-nagyon mély szekönderi, akiknek különböző feladatkörökre, a boxhoz közel játszva, a mély safety, slot corner, szélső corner, minden megvan. És hogyha ez így összeállna hátul, és egy olyan csapat lenne a Detroit, akik ellen nehéz passzolni, mint amit ugye Belicek megcsinált New Englandben, és hát Patricia ugyanarról a fáról jön, elvileg ugyanazt szeretné a játékos állományban ugyanolyan sokoldalú játékosokkal telepakolni ezt a védelmet, akkor itt ezt meg lehet csinálni. Lehet, hogy a New Englandben egy kicsivel nagyobb a tehetség szint még, a rutin meg sokkal, de valami olyasmire tudna elindulni az Alliance, és onnantól kezdve, hogy ha ez ténylegesen összeforna, akkor ebben a csoportban gálázhatna ez a defense. Már csak az kell, ugye, hogy az előttük lévő játékosok is alkalmazkodjanak ehhez, de ugye azt az elmúlt években megtapasztaltuk, hogy ha hátul jó a defense, akkor elől sokkal inkább látványos dolgokra képesek a társak, ehhez jött egy Jamie Collins, aki szintén tudja, hogy, hogy mit várnak tőle, ugyanazt a nyelvezetet futtatja Patricia is ugye egyértelműen, és azt kellene már csak valahogy megoldani, hogy Jared Davis ne kerüljön pályára. Mert ő ugye egy óriási bassnak számít, én is elhittem, amikor láttam Floridában, hogy belőle a következő nagy korszakos middle linebacker lehet, de hát akkor ugye azt hittük, hogy már csak egy dolog van, ami hiányzik az ő játékából, hogy a futball ösztönei kialakuljanak. Hát ez nem így működik, mint kiderült, és egy rendkívül atletikus, jó adottságú srác, én azt látom, bár ezt nem lehet mérni, hogy, hogy meccsről meccsre lassabban reagál, meg nehezebben ér oda, és hogy belőle már nem lesz játékos, de azért minden áron a pályán akarták még tartani tavaly is, lehet, hogy ezt el kellene engedni, és akkor jöjjenek azok a fiúk, akiket most így behoztak, akár kevesebb linebackerrel, hogyha ez lehetséges Patrisánál, és és a lehető legjobb csapatot felküldeni, pedig azt a csapatot, akikbe a legtöbbet áldozták, mert ugye tavaly ez történt. A jelentős különbség még ugye az, hogy Snacks Harrison már nincs, de helyette is a Runstafferrel sose lehet elég, ez ugye patricia a mániája, és Sheltonnak olyan pénz, olyan sok pénzt nem adtak, hatodik körben John Penicini szerintem ugyanazt meg tudja csinálni, mint a legtöbb Ranstaffer. tehát ezek már lényegében egy játékosok, tehát bármennyire is jó játékos, Damon Harrison, azért az ő játékát talán lehet pótolni, hogyha nem egy emberre tekintünk rá, nem csapatszintű védekezésre, és egyébként olyan nagy veszteség nem érte a védelmet. Az lesz majd az érdekes, hogy a Pestrest kigenerálja, és itt megint visszatekintek arra, hogy a secondary hogy dolgozik, mert hogyha a secondary jól dolgozik, akkor oda fognak érni, Trey Flowers is pontosan tudja, hogy mit kell csinálnia ahhoz, hogy eredményes legyen, én a, a rookie okvarában is sokat látok egyébként, és egy stílnek tartom, tehát ő is lubickolhat ebben a rendszerben, hogyha nem három is fél másodperc van odaérni, hanem négy. És akkor ebből hosszú távon is kijöhetnek jó teljesítmények, de mondom még egyszer, nem vagyok róla meggyőződve, hogy Patricia ténylegesen ki fogja használni a keretben lévő muníciót, ami ezt a defense jellemzi. Persze egy jó csapatot csak akkor lehet igazán komolyan venni, hogyha az irányító játék a helyén van, meg az offense, tud pontokat csinálni. És itt most ez megvan, tehát Stafford, azt hiszem, hogy már egy nyelvet beszél Derel Bevellel, tehát az, hogy ott elkezdődött egy közös munka, egy nagyon jó Matthew Staffordot kaptunk. Abban a limitált időszakban, amit 2019-ben a pályán tudott tölteni, újra a régi agresszivitása megérkezett, az, hogy vannak mélységi célpontjai, jó képességű elkapói, ebből azért láttuk azt, hogy ténylegesen oda meri dobni, és oda akarja dobni nekik a labdát, nem pedig csak a rettentő checkdown-okat dobálgatja Tio mint az előző években, amiket már tényleg rossz volt nézni, és nagyon ötlettelen volt sokszor a Detroit támadójátéka. Ez most megváltozott, vagy hát tavaly megváltozott, és Stafforddal újra azt láttuk, hogy igen, ebben a Detroitban benne van a potenciál, hogy egy újra egy olyan ember legyen a vezérük, mint aki 5000 yardot passzolt annak idején Kevin Johnsonnak, csak most nem lesz annyira ráfeszülve egy célpontra. Vagy hogyha mégis, akkor lehet, hogy Kenny Galladay hoz egy olyan szezont, amire azóta nem volt példa, hogy Megatron elment. Szóval a Detroit támadó sorában is abszolút megvan a potenciál, már csak azt kellene valahogy megoldani, hogy elsőre, másodikra ne futtassák a labdát, mint az őrült. Mert hát ez megint csak a Patricia féle szemléletnek az egyik alapja, hogy azért vannak a futók, hogy dolgozzanak meg, hogy használjuk őket, azok inkább kiegészítő szerepkörre vannak. Ami az átigazolásokat illeti, Halepuli Vati a szerződése az eléggé magas, tehát sok pénzt adtak neki, azért a Filadelfiában neki eléggé felemás napjai voltak, de hát az öreg Rick Wagnerhez képest, vagy idősödő Rick Wagnerhez képest azért nem kell olyan magas szintre felnőni, ráadásul a drafton jött a támadó falba is erősítés, Úgyhogy szerintem ezzel a résszel nem lesz gond. Én itt mondom komolyan, csak az edzői stábnak a hozzáértését kérdőjelezem meg, a játékos anyag az nagyon rendben van. Mi volt a drafton? Ami a draftjukat illeti, ugye Okuda azon a helyen értékét nézve, mint coverage játékos, és mint, mint top 5-ös tehetség abszolút a helyén volt, tehát olyan nagyon sokat nem kell szerintem gondolkodni ezen. És hogyha valaki kinőheti magát egy ilyen shutdown corner mint ahogy azt ő szerintem megteheti, mert egészen elképesztő, hogy hogy nem nagyon tudsz semmivel belekötni az ő játéka kapcsán, azt leszámítva, hogy talán nem volt annyi a pályán az ohio State-ben, mint egyik másik Cornerbek, aki a kortársa. De hát ezt leszámítva, ténylegesen, amit láttunk tőle, az, az, az remek volt. És szerintem az első héten is beállhat. És ugye a rookie cornerback esetében, hogyha visszagondoltuk, hogy a Marshall latimore Denzel Wardra, már az első idényükben is jelentősen rá tudják tenni a lenyomatukat a védelem játékára. Én ezt várom Okudától is, meg azt, hogy hosszú távon eléri, vagy feletteti Darius slay a teljesítményét, akinek szintén voltak azért hullámvölgyei, de Okuda nála is többre hivatott. Tehát nem véletlen, hogy ezt a második körbe vitték ki, Okuda meg itt a top 5-ben ment, úgyhogy ez, ez abszolút egy jó választás volt. És nekem szintén tetszett a harmadik körben stílként Julian Aquara, aki hát ugye Pezzrasserként egy rettentő atletikus, mindenben jobb, mint a bátyja Romeo, aki szintén ugye itt játszik. És hát persze, nyilván az, aki rendkívül atletikus, az sokszor nyers is, de Okvárá szerintem előrébb tart a fejlődésben, mint a, legtöbb ilyen izomtömegű srác, aki bejön, de egyébként fogalmam is, is hogy a kezét hogy használja. És azzal, hogy, hogy Patrisa keze alá kerül, talán azért őt is lehet kreatívan használni, nem csak felállítani három pontosba, aztán mennyi fiam, hanem azért a, a pálya több szegletéből elindítani a backfield felé. Szerintem ez egy nagyon jó projektnek tűnik, és már lehetnek eredményei az első évben. A támadó sorban két nagyon jó húzást tudok emlegetni, ugye John Jackson az Ohio State-ből szerintem azonnal bevethető gárd, úgyhogy neki nem az az erőssége, hogy most megy és rombol, hanem ő egy atletikus pass protectionben kiemelkedő srác, és ugye manapság erre van szükség az NFL-ben, főleg ebben a Detroitban. És azzal, hogy távoztak tőlük például távozott egy Glasgow a, támadó falból, oké, okay, sok helyen baj lenne, de azzal, hogy jött egy, egy Jackson, szerintem meg tudják oldani, ki tudják pipálni, sőt, akár még előre is tudnak lépni, hogy csak a Pass Protection nézem, sőt, és akkor még itt van az én kis személyes kedvencem, Logan Steinberg. Mézen és Steinberg ügynökök uram. Aki a Kentakiból jön, ők lényegében csak futtatták a labdát minden körülmények között, az irányító is egy wide receiver volt, ugye Limbauden, és, és Sternberg szerintem az az ember ebből a draft classból, aki pusztán erőből, meg erőszakosságból, meg hozzáállásból ki tudja magának majd kaparni az NFL karriert, még hogyha nem is egy olyan rettentő atletikus, gyors lábú gyerek, de én látom benne a következő ricsi inkognitót. Tehát maga a pályán kívül ügyeket elhagyva, pusztán hozzáállásban ezt a vérköpő kemény gárdot, ezt tökéletesen megtestesíti ő Kentuckyból, és én azt várom, hogy ő is be fog épülni a kezdőcsapatba, és akkor ebben a drafton lehet, hogy hoztak két kezdőkárdot, ami nem egy fontos pozíció alapvetően, hogy a teljes futballcsapatot nézzük, de így is úgyis egy impresszív dolog, hogyha ez ténylegesen bejött. Ha csak az egyik jön be, az is még többet ér, mint hogyha nem találtak volna senkit. Úgyhogy én, azt gondolom, ezek, ezek a srácok ezek nagyon potensnek számítanak. És akkor ott van még DeAndre Swift, aki egy running back, és nagyon sok szakértőnél ő volt az első running back, akit ki kellett volna vinni, és a legértékesebb ezen a poszton. Hát ugye, tudjuk, hogy Petri szereti variálgatni a running back meg, meg hát akit lehet, azt azért leigazolja. Nem tudom, hogy mennyi hozzáadott értéke lesz ahhoz képest, amit Kerion Johnson képvisel. Valószínűleg azért jobban kapja el a labdákat, meg ugye Johnson elég és is számít. Ez az, a, ez az a húzás, aminek talán a, a legkisebb ö, értéke lesz látványra, de lehet, hogy számokban meg ez lesz az, amit az emberek elsőre kiszúrnak, hogy van egy új running back, csinál Swift. De hát nyilván ugyanazt lehet, hogy megcsinálna ugyanúgy Kerryon Johnson is, úgyhogy ez kicsit korai volt az a választás, meg indokolatlan, de hát a legtöbb running back húzásról úgyis ezt fogom mondani. Mennyi az annyi? Az over under hat és fél győzelem a Detroitnak 2020-ra. Én azt gondolom, hogy ez simán meg lesz. Tehát ez simán érzed, hogy nem az utolsó fordulóban fog eldőlni. Tehát az, hogy 7-8 győzelem ebből a Detroitból ki kell, hogy jöjjön, hogyha Stafford végigjátsza az idényt. Márpedig az elmúlt 9 évben csak a tavaly volt az, amit ki kellett, hogy üljön Úgyhogy azért nem arról van szó, hogy őt összevisszaverték volna és folyamatosan kitölt volna, amit karrier elején voltak még ugye ilyen évek, de már nagyon régóta jól bírja a gyűrődést, és elvileg ez a, ez a, gerinc probléma is már megoldódni látszik. Nagyon bízom benne, hogy az edző is ténylegesen segíteni fog ezen a csapaton, és nem hátráltatni, és akkor már nagy baj nem lehet. Ugye Driscoll helyett most Chase Daniel lesz a cserejeit, aki megint kapott nagyon sok pénzt, tehát hogyha esetleg be kellene állni, talán egy nagyon pici fokkal potensebb irányítójuk is van, bár azt nem bocsátom meg, hogy slowtert elküldték. Úgyhogy ez a Detroit szerintem a csoport elsőségre is joggal pályázik, úgyhogy a Green bay -a szerintem csak visszafele tud esni a 12 győzelem után, mert nagyon túlnyerték magukat, a Viking szerintem nem erősödött, és a Chicago pedig lehet, hogy jobb idényt fut majd, mint tavaly, de még mindig a Detroitnak van a jobb irányítója, szóval tőlük kell a legkevésbé félni, úgyhogy... A Lionsnak szerintem a csoport elsőség az, amit ki kell tűzni az ászlajára, ehhez pedig ez a, ez a hat és fél győzelemnél bőven többnek kell, hogy jöjjön, úgyhogy tőlük én egy nagyon jó idényre számítok.